Itt a túzokok és a kerecsen solymok védelméről már többször is beszéltünk, hiszen a Mavir ZRT-nek a távvezeték oszlopain a kerecsen solymokat kell védenünk, a távvezetékektől az ütközés miatt viszont a túzokokat és egyéb vándormadarakat. De most maradjunk a hétköznapokban, ha reggel elindul az ember dolgozni a munkahelyére, vagy hogyha kimegy a kertjébe, akkor már nagyon hangosan hallja a madarakat, amik a tavasz eljövetelét jelzik valamilyen szinten, de hogyha megnézzük a naptárat, akkor azt látjuk, hogy csak február vége van. Gergő, nem korai ez? Hát korai, bizonyos fajoknál korainak tekinthető, meg hát az időjárás is most, hogyha itt egy kicsit a hőmérőt is elővennénk, akkor látnánk, hogy majdnem 10 fok van, sőt délutánra 20 fokot ígérnek, ami februárban nyilván merőben szokatlan, és a madarak is erre az időjárásra is reagálva beindul az a természetes késztetésük, hogy hát jön a tavasz, akkor kellene már a fészkeléssel foglalkozni, és így a teritoriumokat is elkezdik védeni, ez az énekléssel, meg hát azok a fajok, amik a teret itt töltötték, nyilván a legkorábban tudnak erre reagálni, és így akár extrém korai fészkelések is előfordulhatnak. Hogyha az ember szeretne egy úgymond madárbarát kertet csinálni, azt hiszem, hogy tőled, mint az MME vezetőjétől, Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület vezetőjétől, azt hiszem, hogy a legjobb embertől kérdezem ezt meg, hogyan lehet madárbarát kertet csinálni? Hát nyilván a madárbarát kert az a kerttel kezdődik, tehát az, hogy hogyan alakítjuk ki a kertünket, mennyi természetes vagy természetes jellegű vegetációt, növényzetet. Ez közterület is lehet. Hát ez közterület is lehet, de hát ez nyilván az, hogy mit telepítünk, milyen növényeket, illetve azért, hogy bizonyos részét egy kertnek hagyjuk meg valamennyire úgy, ahogy természetes körülmények között lenne. Legyenek búvóhelyek a madarak, meg más állatok számára is, meg táplálkozó helyek, tehát hogy az angol gyep az nem minden fajnak tökéletes, de hogyha nyilván az esztétikai érzékünk miatt a kert egy része angol gyep, azért más részén próbáljunk meg olyan foltokat hagyni, amik inkább a természetet idézik, esetleg vizes részeket csinálni, kis tavat, amiben a madarak akár szintén táplálékbázist is találnak, másrészt ivóhelyet, és hát így minden egyes pontján a kertnek foglalkozhatunk valahol ebben a madárbarát, természetbarát kert kérdéssel. Klasszikusan az egyik módszer, amit már nagyon régóta alkalmaznak bizonyos madarak megtetés, azok a mesterséges fészkek, a mesterséges oduk. Ez nyilván azért volt szükséges, vagy azért szükséges ma is, mert nagyon sok helyen egyszerűen nincsenek olyan öreg fák, amiben természetes odvak keletkeznének, és olyan fajok, mint a különböző cinkefélék, amik még tipikusan egy kertbe megjelenhetnek, nem találnak olyan költőjét, ezért szokták esetleg a postaládát vagy a szellőzőrácsot használni, hogyha az adódik, de ezek a mesterséges oduk telepítésével segíthetők, és persze más nagyobb testű fajok is, amik előfordulhatnak egy-egy kertbe. Milyen oduknak a telepítését javaslod annak érdekében, hogy tényleg ne legyen az, hogy a postaládába költsenek, vagy olyan helyekre, mint tudom én, a falnak támasztott létrának az egyik sarkában, amit ugye az embernek utána használnia kell a napokban? Igen, tehát ezek az odulakú madárfajoknak van egy tulajdonképpen ma már standardnek tekintett odusora, amit már nagyjából egy 100 éve körülbelül hasonló módon alkalmazunk. Ezeket itt magyarországon A, B, C és D oduknak hívjuk. Itt egyébként ki van állítva egy ilyen sorozat. Itt tehát ez a legnagyobb, ez a D odu, ami itt a sor végén van. Látható, hogy ez mind a mérete, azért viszonylag nagy, a berepülő nyílása is elég nagy, azért, mert ez olyan fajoknak szolgál lakóhelyül, amelyek nagyobb testméretűek, például egy seregély kiválóan el tudja ezt foglalni. És persze a kertünkben nem valószínű, hogy szalakóta van, de egy szalakóta is hasonló módon, vagy akár egy búbosbanka is elfoglalhatja. Ezek persze inkább egy vidéki, vagy egy tanyai környezetbe fordulnak elő, de a seregély az bármelyik kertbe előfordulhat. És hát aztán a többi odú, hát akár végig is nézhetjük, ez a C odú, ez láthatólag egy ilyen nagyobb nyílással rendelkezik, mert ez azoknak a fajoknak nyújt fészkelési lehetőséget, amik alapvetően nem tipikusan oduban, hanem ilyen félig nyitott helyen, vagy például épületeknél, ilyen vízszintes felületeken, amik tető alatt vannak, szoktak költeni. Lásd, házi rozsdafarkú az a leggyakoribb ilyen madárfaj.
és azok előszeretettel foglalják el ezeket, ez nyilván szintén egy biztonságos fészkelőhelyet jelent számukra. Persze más fajok is lehetnek, amik ezt elfogadják, mondjuk egy szürke légykapó, vagy hát akár persze ezeket a fészkeket olyanok is elfoglalhatják, amik a B vagy a A ódút, de azért tipikusan inkább ez a rozsdafarkúra számíthatunk a legnagyobb valószínűséggel. Tehát akkor a legnagyobb számban a B ódút szokták alkalmazni, mert ez nagyon sok ilyen kerti odulakó madárfajnak költőjét biztosít, beleértve a verebeket is, mert hogy az A és a B ódú között az a lényegi különbség, hogy egy kicsit az A-nak kisebb a berepülő nyílása, és az megakadályozza a nagyobb testméretű, hát a nagyobb, relatíve nagyobb testméretű madarakat, hogy elfoglalják, és ezáltal kiszorítsák a kisebbeket, amikkel nyilvánvalóan ők egy testi fölényben vannak, tehát ki tudják őket szorítani. Mondjuk egy kék cinke, vagy egy barát cinke az el tudja foglalni azt a kis bejáratot, viszont abban nem tud belemenni a házi veréb, vagy a mezei veréb. Ma már azt szoktuk mondani, hogy a verebek is Nyugat-Európában úgy megfogyatkoztak meg nálunk is, hogy azoknak is azért jó, hogyha ilyen teret tudunk adni, és ugyanúgy védendő madárnak tekinthetjük. Ezért az audút olyan helyeken javasoljuk alkalmazni, ahol tényleg sok a madár, meg nagyobb tér van, és mellett akkor tud speciálisan mondjuk egy kék cinkének lehetőséget adni a fészkelésre. Amit még látszik ezen, nem minden odún vannak feltétlen ilyen kiegészítő eszközök. Itt ez körbe van rakva egy fém lappal azért, hogy ne tudja madár megbontani, mert ezeket az odukat néha megpróbálják kitágítani. Például itt előbb itt is repkedett, meg hallhattuk is a csúszkát. A csúszka is szereti ezeket elfoglalni, és ő viszont, hogyha nem megfelelő neki a bejárat, akkor azt így kitágítja, vagy persze akár időnként harkályok is neki mehetnek, bár az nem annyira tipikus. Ezért egy ilyennel védve lehet biztosítani, hogy tényleg ezek a kis termetű madárfajoknak legyen ez egy exkluzív szállás, míg a B-ódú az pedig mindegyiknek rendelkezésre tud állni. Nagyon szépen köszönöm, és a kedves nézőktől mit sem kérhetnék mást, mint hogy legyenek madárbarátok. Hogyha tehetik a kertjüket, alakítsák madárbaráttá, helyezzenek ki odukat, hogyha ez nem áll rendelkezésre, és ha rendelkezésre, akkor is figyeljék a Madártani Egyesület honlapját, és kapcsolódjanak a madárvédelmi programokhoz. Én is köszönöm ezt a lehetőséget, mert tényleg ez a cél vezérel minket, hogy Magyarország lakosságának akár egészét bevonjuk valamilyen módon. Nyilván mindenki más tud tenni a madárvédelem, természetvédelem érdekében, de minden kicsi lépés fontos, tehát ezért is szeretnénk kiterjeszteni az összes ilyen jellegű lehetőséget és programunkat.